Sziasztok, az én főzási szövegem fogad valakivel, mint egy haverrel, vagy valakivel hív le ebbe, például, hogy nem mered randira hívni a csajt a pultnál. Oda mész a csajhoz, és azt mondod, hogy szia, azzal a csávval fogadtam, hogy nem merek hozzá szólni, esetleg elhívni randira. Akarsz inni valamit az ő pénzük? Na, hello, van még egy szövegem, az, hogy oda mész a pultnál a csajhoz, és egy szalvétára írt üzenetet, átadnak. Ezt írja. Tehát, hogy randizunk, hogyha igen, akkor mosolyogjon, hogyha nem, akkor dobjon egy hátraszaltót. Na hát kiderül. Akkor a harmadik. Szia! Ha megkérdezném, hogy randiznál-e velem, akkor ugyanaz lenne a válaszod a kérdésre, mint erre a kérdésre? Van még egy. Oda mész egy csajhoz is egy random néven megszólítjuk, hogy például, szia Mare. Amikor megfordul, akkor azt mondja, hogy jaj, ne haragudj, csak összetévesztettelek egy volt barátnőmmel, aki nemrég nagyon megváltozott. Gondoltam, hogy beszéljük meg a dolgokat, de nem. Mert innentől a lány azt fogja hinni, hogy hasonlít valakire, akivel te már jártál régen, és aki megváltott téged. Na már most tudatán kívül ő jóvá szeretné tenni azt, amit nem is tudom. Innen már könnyű dolgok. No de, a legjobb az még mindig akkor van, hogyha oda mész, őszintén elmondod, hogy mit szeretnél. Mert nem szól el egy csomó időt és pénzt, hogy esetleg fizetnél neki, mész haza egyedül. Sokkal jobb. Őszinteség!